a férfiaknak is van ciklusuk? Sziasztok! Lazaridis Georgina vagyok, termékenységtudat és ciklusszinkron oktató, valamint női hormonegyensúly tanácsadó. A mai részben a férfiak ciklusáról lesz szó. Az előző részekben beszéltem a női ciklus hosszúságáról és a különböző szakaszoknak a tulajdonságairól. Hogyha erre is kíváncsiak vagytok, és már pedig nagyon ajánlom, hogy kíváncsiak legyetek, akkor azt itt találjátok meg az ehhez tartozó videókat. Még mielőtt rátérnék magára a videóra, azelőtt ne felejtsetek el feliratkozni, nyomjátok meg a csengőt, illetve lájkoljátok ezt a videót, valamint kattintsatok a feliratkozásra, és így mindig rögtön értesültök a Biointimo ciklusinfók legújabb részeiről. Most pedig lássuk, hogy a férfiaknak van-e ciklusa, és hogyha van, akkor az milyen. Ez egy nagyon érdekes téma, ugyanis arról már beszéltem, hogy a nőknek egy körülbelül havonta, 25-30 naponta ismétlődő hormonális mintája van, egy ciklusa, amire folyamatosan havonta számíthatunk. A férfiaknak egy 24 órás ciklusa van, tehát igen, van ciklusa is a férfiaknak, csak hogy nekik nem 28-30 naponta havonta ismétlődő, hanem 24 órás, azaz naponta ismétlődő. A férfiaknak közel 10-szer annyi tesztoszteronja van, mint a nőknek, de ők is ugyanúgy rendelkeznek egyébként progeszteronnal, valamint ösztrogénnel, csak sokkal kisebb százalékban, mint a nők. Hogy is alakul maga a 24 órás ciklus a férfiaknál? A reggeli órákban, amikor a férfiak felkelnek és kidörzsölik az álmot a szemükből, akkor a legerősebb a tesztoszteron, akkor van a csúcsán. Ezt az energia állapotot egy picit tudnám hasonlítani, így a follikuláris fázis vége, valamint az ovulációs fázis energia állapothoz a nőknél. Azaz ilyenkor a legenergikusabbak, a legmagabiztosabbak a férfiak, és ilyenkor jó, ha tudjuk, hogy sokkal könnyebben és sokkal magabiztosabban mondanak nemet. Aztán a nap folyamán pedig, ahogy alakul ugye a 24 órás ciklus, a délután felé ez a tesztoszteron szint egy picit már elkezd csökkenni, de még mindig erősebb, és ilyenkor pedig a férfiak sokkal fogékonyabbak arra, hogy jól dolgozzanak például csapatba, és ilyenkor például egy randira is tökéletesen kaphatóak. Ezt a délutáni ciklus fázist hasonlítanám egy picit így a follikuláris fázishoz. Aztán, ahogy alakul a nap, és ahogy egyre megyünk az időben tovább, az este felé a legalacsonyabb a férfiaknak a tesztoszteron szintjük. Ez azt fogja eredményezni, hogy sokkal könnyebben mondanak igent, sokkal jobban vágynak a nyugodtságra, a relaxációra, és esetleg arra, hogy összebújjanak a párjukkal, és sokkal alacsonyabb ilyenkor a tesztoszteron termelés. Ezt a szakaszát a 24 órának így a luteális fázishoz tudnám hasonlítani a nőknél. Érdekesség egyébként még az, hogy a férfiak ciklusát mennyire tudják befolyásolni külső tényezők. Ilyen például az alkohol és a koffein. Hogyha alkoholt és koffeint isznak a férfiak, akkor ez a tesztoszteron szint hirtelen megemelkedik,
és sokkal erősebb lesz, valamint befolyásolni is tudják különböző aktivitások a férfiaknak a tesztoszteron szintjét. Szerintem ezzel már mindannyian találkoztunk, hogyha például egy kedvenc sportcsapatuknak a meccsét nézik, akkor a tesztoszteron szint teljesen megnő, és sokkal agresszívebbek, sokkal erőszakosabbak akár, vagy elvakultabbak lehetnek ezáltal. Szóval a férfiaknak egy ilyen 24 órás ciklusa van, úgyhogy most már ezt is tudjátok, hogy nekik is van ciklusuk. A Biointimónak a te női ciklusod minden szakaszára van megoldása. Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnéd a termékeket megnézni, illetve vásárolni, akkor azt itt megtalálhatod a videó alatti leírásban. Hogyha pedig a tanfolyamaimra, illetve programjaimra, konzultációra szeretnél jelentkezni, akkor szintén a videó alatti leírásban találhatod erről az információkat. Ennyi volt mára a férfi ciklusnak a bemutatása, remélem, hogy hasznosnak találtátok, és mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, hogy a ciklusinfók legújabb részéről tájékozódjatok, valamint lájkoljátok a lájkoljátok a videót, hogy visszatudjátok nézni ezt az anyagot, és a következő részben találkozunk, én már nagyon várom, sziasztok!